Régi álma válhatott valóra annak a házaspárnak, akik kedden délután nyitották meg új szalonjukat Öreghegyen. A vegán termékekkel dolgozó üzlet egyik tulajdonosa és egyben fodrásza elmondta, a cél az, hogy minél több embert buzdítsanak az egészséges életmódra, még ha akár csak szépségápolási tekintetben is. Az olyan vendégeket várom újonnanként, a régiek már ismerik ezeket a termékeket, akik abszolút gondolkodnak abban, hogy a megőrzés, az egészség, táplálás, nem érgezzük semmilyen módon magunkat, és az én szempontom is az, hogy szeretném 10 év múlva is csinálni a hajukat. A megnyitón részt vett a városrész önkormányzati képviselője is, aki örömét fejezte ki, hogy Öreghegy új szépségszalonnal gazdagodhatott, ahova várhatóan nem csak a környékről, hanem az egész városból érkeznek majd vendégek. Minden szolgáltatás nagyban emeli az ott lévők kényelmének a színvonalát, hiszen nem kell bemenni a városba, hanem találnak egy ilyen igényes szolgáltatóhelyet. Valamint azt is kell jegyeznem, hogy nagyon örülök annak, amikor egy-egy régi épületbe beköltöznek, azt felújítják, szigetelik, új életet adnak neki, a környezetet rendbe hozzák, és ez is egy ilyen ház volt, úgyhogy nagyon sokat ad Öreghegynek egy ilyen építkezés. Egy-egy ilyen beruházás pedig egyben új munkalehetőségeket is teremt, hiszen szakemberekre itt is egyaránt szükség van. Az elmúlt hónapokban, amíg ezek a átépítése, kialakítása zajlott, nagyon sok egyéb szolgáltatásnak, mesterembernek is munkát adtak, akik pedig mondjuk az építőiparon keresztül, vagy éppen a bútoriparon keresztül hozzájárultak, hogy ma itt lehessünk egy megnyitón. Tehát egy-egy ilyen vállalkozás az nagyon sok egyéb vállalkozásnak a munkáját is jelenti, hogy munkahelyeket, megbízásokat jelent, közben pedig az itt élők, ebben az esetben az öreghegyiek számára egy plusz szolgáltatást tesz lehetővé. A Székesfehérváron egyedülálló vegán termékekkel dolgozó szalonban lesz fodrászat, szolárium, valamint testenergetikai mérés és kezelés, illetve tervezik a folyamatos fejlődést a vendégek igényei alapján. Folyamatos fejlesztést akarunk, képezzük magunkat. Már most az üzleti kócsot is elvégeztük mind a ketten, ezbe az irányba is elmozdultunk. A bioreagens felmérés, egy vizsga van hátra feleségemnek, ő természetgyógyász vizsgát tesz, ebből is bírunk. A Bremer ágyat is szeretnénk kipróbálni, tehát olyan szokat szeretnénk nyújtani, ami tetszik az itt élőknek, akarják, szeretik, igényüket majd felmérjük folyamatosan, és ennek megfelelően döntünk. A vegánság az a mozgalom, életstílus, filozófia, amely megtagadja az állatok bármilyen kihasználását, legyen az akár a táplálkozás, az öltözködés vagy szórakozás. A különböző szépészeti eljárásoknál egyre nagyobb teret hódítanak az organikus és természetes kozmetikumok is.